A gyermeket nevelő szülők jövőre az idén befizetett személy jövedelem adójukat, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kétharmadát és a katástételes adó negyedét kaphatják vissza legfeljebb a 2020-as átlag jövedelem adó tartalmáig. Annak a szülőnek, aki családi pótlékot kap, nincs teendője, tette közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ő adatait a családi pótlékot folyósító szervtől megkapja a NAV, ezért az adó visszatérítést ugyanolyan formában juttatja el a szülőkhöz, mint a családi pótlékot. Azoknak, akik nem kapnak ilyen pótlékot, de jogosultak családi kedvezményre, és szeretnék megkapni 2022. február 15-éig az adó visszatérítést, ki kell tölteniük a visszadó nyilatkozatot, és be kell nyújtaniuk december 31-éig a NAV-hoz. Ha valaki nem küldi be a nyilatkozatot, és a NAV az adatok nélkül nem utalja ki a visszajáró összeget, akkor az utólag a 2021-es SZIA bevallásban igényelhető vissza. Ebben az esetben legkorábban 2022. március 1-től juthatnak hozzá.